Már az utolsó simításokat végzik a Kossuth Lajos utcán fényes litkén. Az utóbbi években erősen repedezett aszfalton közlekedtek a járművek, a felújításra pedig azért is szükség volt, mert a közelben épülő vasúti terminál jelentősen növelte a településen áthaladó teherforgalmat. Európa legnagyobb logisztikai központjának kivitelezése ráadásul nem csak közlekedési, hanem turisztikai beruházásokra is lehetőséget biztosított a községben. A Magyar Közúttal közreműködve egy csomópont elkészült, illetve most a régi négyes számú főútvonal, ami most jelenleg a Kossuth utca 3 kilométeren teljesen megújul. Kaptunk a belügyminisztériumtól támogatást a konyhánknak a teljes átalakítására, illetve a belső gépészetnek a kicserélésére. Saját pénzből meg természetesen hozzá elkészítettük az étkezdét, ami azt mondja, hogy nagyon korszerű, hiszen esküvőket is tartunk, különböző rendezvényeket, tehát élő maga az épület, tehát a használata az nem olyan, hogy most valamikor évente egyszer-kétszer ugye tudunk embereket a közétkeztetés mellett oda fogadni. Illetve van itt egy helyi alapítványunk, a Fényesítkért közalapítvány, ott pedig egy 24 férőhelyes szálláshelyet alakítottunk ki. Ez a Liget szép vendégház, ezt az alapítvány működteti nagyon sikeresen, most is majdnem teltházzal vagyunk. A Magyar Falu program forrásából megújultak az óvoda belső terei, az új berendezések beszerzését pedig a terminál beruházói finanszírozták. A nemrég felújított orvosi rendelő felső emeletén szolgálati lakást alakított ki az önkormányzat, emellett a községházát és annak környezetét is fejlesztették. Az épület előtti parkban a zöld felületek frissítése mellett egy innováció is megjelenik hamarosan. Itt a parknak a felújítása történt meg, illetve a belső gépészet, illetve klimatizálva vannak az irodai helyiségek, belső butorzat ki lett cserélve, illetve itt a parkban lesz egy szerintem megyében egyedülálló olyan infokommunikációs panel, ahol, hogyha bejön ez a szigorítás még jobban, hogy nem lehet mondjuk akár egy hivatalba bejönni, akkor itt kintről is meg tudják a problémákat oldani, internet összekötetéssel, ingyen wifi-vel, tehát azt jelenti, hogy a napi kommunikáció meg lehet bent a hivatallal, akár segélykérelmet kitölthetnek, beküldhetik a hivatalon belülre, attól függetlenül, hogy bejöttek volna az épületbe. A polgármester hozzátette, a Fényeslitkén élők átlag életkora évről évre alacsonyabb, egyre több család vállal a gyereket, de folyamatosan nő a településre költözők száma is. Éppen ezért hamarosan bölcsőde építése veszi kezdetét, az önkormányzat pedig a közeljövőben szeretné folytatni az utak és a csapadékvíz elvezetők fejlesztését is.